büntetének vágy alól felmenti. Két év után így végződött első fokon Hiszékeny Dezső MSZP-s országgyűlési képviselőpere. 2014-ben vádolták meg azzal, hogy egy évvel korábban még 13. kerületi alpolgármesterként 5 millió forint kenőpénzt kért. A Nemzeti Védelmi Szolgálat egyik nyomozója próbálta lépre csalni a volt alpolgármestert, úgy mutatkozott be, mint vállalkozó, aki szeretné megszerezni ezt az önkormányzati bérleményt. A beszélgetéseket lehallgatták. Az ügyészség ezekre hivatkozott, amikor hivatali visszaéléssel vádolták meg a politikust. Bár Hiszékeny Dezső a felvételeken sosem mondta ki, hogy pénzt kérne vagy fogadná el segítséget cserébe, az ügyész szerint azonban bólintással és bal kezével ötöt mutatva tudtára adta a beépített nyomozónak, hogy 5 millió forintot kér. A képviselő szerint ez azért sem történhetett meg, mert bal kezén képtelen mind az öt ujját felemelni. Egy sportsérülés miatt kis ujját nem tudja kiegyenesíteni. Ezt a bíróságon meg is mutatta. A kérés megvalósulhat szóban, írásban, de akár ráutaló magatartással is. Ráutaló magatartásnak azonban félreérthetetlennek kell lenni, jelen esetben pedig a vádlott éppen ezt a félreérthetetlenséget vitatta. A bíróság ezt elfogadva mentette fel a szocialista politikust, az ügy másodrendű vádlottját viszont elítélték. Ő magáról, mint közvetítő beszélt, és Hiszékeny Dezső közbenjárását ígérte. Két évet kapott, öt évre felfüggesztve. Pénzről mindenki beszélt, de soha senki nem látta. Ugye a vesztegetés akkor valósul meg, hogyha ezek az előnyök gazdát cserélnek. Itt azonban csak szóba került ez a dolog, ezért a bíróság úgy látta, hogy a másodrendű vádlottal, aki egyéb iránt korábban, de 10 évvel ezelőtt volt már büntetve, indokolatlan lenne egy végrehajtandó szabadságvesztés. Az ítéletet a két vádlott elfogadta. Hiszékeny Dezső ugyanazt mondta, mint az ügy kirobbanásakor. 2014. júliusában akkor tettem egy kijelentést, amit a mai napig fenntartok, igen. Ugye az ügy politikai indítatású, és azt gondolom, hogy egy előzetesen eltervezett forgatókönyv szerint zajlott. Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyészség nem fogadta el a bíróság döntését. A per várhatóan a fővárosi ítélőtáblán folytatódik.